első alkalommal vagyok önkormányzati képviselő Szekszárd megyeljogú város közgyűlésében, és én azt a feladatot kaptam, hogy ilyen kapcsolattartás az UFC egyesülettel. Annak ellenére, hogy én nagyon-nagyon szeretem a labdarúgást, nagyon nagy örömmel vállaltam ezt a feladatot, és a másik része a dolognak a rövid itt létem alatt azt láttam és megismertem, hogy olyan emberek társasága az UFC, aki mellé érdemes, és aki mellé oda kell állni. Gyakorlatilag nagyon-nagyon kedvező tapasztalatokat szereztem az itt létem alatt. Hát volt egy-két botlás, természetesen a hegy után völgy következik, kisebb hullámvölgyek, de én úgy érzem, hogy úgy láttam, hogy a fiúk fel tudták mérni a lehetőségeket, fel tudták azt mérni, hol rontották el a dolgokat, és a későbbiek során korrigálják. Természetesen hát minden elképzelés, minden dolog nem jön be, de azért én szerintem ez az eredmény, amit a 2017-2018-as bajnoki évben elértek, ehhez gratulálni kell. Természetesen vannak hibák, még vannak lehetőségek, vannak olyan dolgok, amik javítani kell, javítani lehet, és természetesen sokkal jobb eredményt el tudnak érni a későbbiek során. Milyennek látja a családi napot? Hát a családi nap kapcsán az a véleményem, hogy én elnöke vagyok az Újvárosi Római Katolikus Társaskörnek, és én mindig attól rettegtem, hogy az időjárás hogy fogadja kegyeibe a rendezvényünket. Sajnos a mai napon hát elrontotta az időjárás, de annak ellenére, hogy reggeltől folyamatosan szakad az eső, ezek a lelkes emberek gyülekezete egész jó hangulatot hoz az embernek, mert mindenki azért a lehetőségekhez, a körülményekhez képest próbálja jól érezni magát, és összefogással ezeket a nehézségeket át tudjuk hidalni, és meg tudjuk oldani. Milyennek látod ezt az évet? Hát szerintem ez a 8. hely, ez így reális az egész évet tekintve. Volt egy 4-5 erősebb csapat, talán hogyha a sok X-ből tudtunk volna több meccset nyerni, akkor tudtunk volna előrébb végezni, ezeket a következő szezonban meg kell nyerni, és akkor tudunk előrébb lépni. 15 góloddal második helyezett lettél. Hogy értékel? Hát szerintem a szezon első fele az jól sikerült. Második az, ott 6 gólt rúgtam. Örülök neki, hogy 15 gólt tudtam rúgni. Reméljük, jövőre ez több lesz. Melyik volt az a mérkőzés, amin úgy érezted, hogy minden bejött? Talán az első fordulóban volt Tiszakécskén, akik feljutottak, ő ellenük sikerült 2 gólt rúgni, ott összejöttek a dolgok. Siba Malkus vagyok, az Aranyfürt Kft.-nak az ügyvezető. Hogy került ön a UFC-hez? Régen a Gyurkovics János és én, mi kollégá voltunk, és a Gyurkovics János keresztül ide kerültem. János fölhozta a lehetőség, ha itt lehet támogatni. Én úgy gondolom, vagy én nagyon szívesen támogattam a sport és a fiatalok, és itt igazából mind a kettő lehet támogatni, és én úgy gondolom, ha nagyon jó helyen került a pénzünk. Ön mivel foglalkozik? Én a mezőgazdaság foglalkozom, a feleségem, a Sípa pincészetnek az ügyvezető, ő foglalkozik a bor. Milyennek látja ma a családi napot? Ha az időjárás nem nagyon sok szerencse hoz, ezen kívül gondolom nagyon jó a csoport itt, nagyon jó a hangulat, nagyon jónak láttam.